Itt élek Keszhelyen most már közel 30 éve, sőt az idei év a 30 év, hogy itt élek. De valahogy akkor úgy gondoltam 19 és amikor mezőgazdasági technikumot elvégeztem, hogy valahogy világot szeretnék látni. Volt bennem valami, ami vonzott Keszthelyben. A diplomadolgozatomat burgonyakutatásból írtam, és hát ennek köszönhetően, amikor megszereztem a diplomámat, felkértek a Geogikon burgonyakutatási központjának intézeti mérnöki állására, és azon belül is burgonyanemesítés feladatot kaptam, és abban dolgoztam közel 2 évtizedet. Elmondhatom, ez nagy öröm számomra, mert sikerült itt társnemesítőként olyan burgonyafajtákat nemesíteni, amelyek ma Magyarországon vezető burgonyafajták, és elmondhatjuk azt, hogy tényleg keresik is a magyar termelők. Mai napig vannak hallgatók, akiknek külső konzulensként segítem a munkáját és a diplomadolgozatok elkészítését. És amikor én választottam a mezőgazdasági technikumot, édesapám azt mondta, hogy a szakmát, fiam, nem csak könyvből kell megtanulni, hanem ezt a gyakorlatban is gyakorolni kell, és akkor vásárolt nekem egy szőlőteletet Sárospatakon, és hát ott ismerkedtem meg igazából a szőlő művelése és a borászkodással. Megkerestek a 2000-es évek elején a Dabibre Zalai Borlovagrend elnöki tagjai, és felkértek arról, hogy csatlakozzak a Borlovagrend csapatához. Óriási megtiszteltetés volt, mai napig azt lehet mondani, hogy nem csak Keszthely, hanem a térség, az Zala-megyén túl a térség egyik meghatározó civil szervezete, amely részt vesz itt a szőlőtermesztéshez és a borkészítéshez kapcsolódó szakmai munkában, különböző szakmai és kulturális rendezvények szervezésében és azok lebonyolításában. És jöttek a újabb-újabb felkérések, így kerültem be a burgonyakutatási központ delegált tagjaként a Premium Hungaricum Egyesület elnökségébe, amely civil szervezet felvált azt, hogy a Kárpát-medencében felkeresi azokat a úgymond hungarikum szintű mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket, amelyek méltón tudják képviselni a magyarságot az egész Kárpát-medencében. Ebben a munkában is tényleg az Egyesület megszűnéséig sok éven keresztül részt vettem. A burgonyához, borhoz kapcsolódik az, hogy ismertségbe kerültünk a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséggel, és az ő munkájukba is belefolytunk, és segítettük a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által felkészített szakácscsapatokat a világbajnokságon, Bökozdor rendezvényeken, és elmondhatjuk, hogy több alkalommal keszthelyi fajták voltak bent aranyérmes és ezüstérmes szakácscsapatok munkájában. Én nem vettem számba ezeket a szervezeti tagságaimat, mert mindig is úgy végeztem a dolgomat, hogy sohasem volt teher. Igaz, hogy a család néha-néha már kicsit morcos volt, hogy megint menni, folyamatosan azért mellettem voltak, és mai napig is mellettem voltak, vannak, és hát ez igaz a barátaimra és a kollégáimra. Tehát ezt mondom, hogy ez a rengeteg kapcsolat és siker az életemben, ez köthető tényleg mindenki az, aki ez körülöttem van, és nagy köszönet számukra. De azt gondolom, hogy mi lehetünk azok a példaképek, akik tudjuk őket abban motiválni, hogy igenis, ha elkezdünk dolgozni, tanulni, és alázattal viseltetünk minden iránt, akkor eljuthatunk bárhová.